Mobiltelefonos applikáció segítségével érvényesíti kedvezményét egy pécsi gyorsétteremben Puc Ádám, az egyetem bölcsészkarának adjunktusa. Ő dolgozta ki és valósította meg azt a programot, melyben olcsóbban tudnak vásárolni iskolai, óvodai dolgozók. Első körben Pécsett, a Rókus sétány éttermeit, kávézóit és szolgáltatóit kereste fel, ahol kivétel nélkül pozitívan fogadták a megkeresését. Rövid időn belül pedig már csatlakozni szándékozó vállalkozások keresték Ádámot, így jelenleg 47 partner ad kedvezményt pécsi tanítóknak, tanároknak, óvónőknek. Amíg én mentem a vállalkozók után, addig is 4-ből 3 esetben a abszolút pozitív és igenlő választ kaptam, hogy szívesen csatlakoznának, és rögtön azon kezdtek el gondolkodni, hogy milyen formában tudnának kedvezményt adni. És a maradék 1-ből 4 az utolsó, ott is teljesen racionális, az aktuális gazdasági helyzetre vonatkozó érvelés volt az, ami miatt azt mondták, hogy sajnos nem fér bele, ami abszolút akceptálható, azt gondolom. De ők is azt mondták, hogy egyébként szimpatikus, és ha tehetnék, ők is csatlakoznának. Azt hiszem, még nem mondtuk el, hogy mely városokban működik most jelenleg ez a rendszer, illetve azt szeretném megkérdezni, hogy ha valaki úgy érez magában olyan indítatást, mint amit te éreztél magadban, megkeres téged, milyen feladatai lesznek, ahogy ezt a programot kell majd neki koordinálni. Így van. Ugye Pécs mellett most már 4 másik városban is aktív Facebook közösség dolgozik azon, hogy a partnerek körét tágítsa. Ezek Budapest, Dunaújváros, Hódmezővásárhely és Székesfehérvár, de a Miskolc, illetve a Győri csoport is készülőben van már. Természetesen a cél az, hogy országszerte minden nagyobb városban, de akár kisebb városokban is legyen egy-egy olyan koordinátor, aki magáénak érzi ezt az ügyet és szeretné ezt menedzselni. Van egy összeállított segédlet, aminek a nagyon részletes lépésekben le van írva, hogy hogyan állítsák be ezt a Facebook csoportot, amiben aztán a partnereket lehet gyűjteni. Illetőleg most egy országos kedvezménykártya kibocsátó platformhoz is csatlakozunk, ez éppen most zajlik az átállás, aminek 2 óriási előnye van. Már a kezdeményezés kezdete óta visszatérő probléma a pedagógusoknak az kedvezményekre való jogosultságának az igazolása. Hogy miképp tudom én azt bizonyítani, hogy én pedagógus vagyok, és nekem jár a kedvezmény. És ez egy sikerült megtalálni egy mobil applikáció segítségével, gyakorlatilag egy vonalkódot, illetve egy kártyát mutat be a pedagógus az elfogadó helyeken, és ott rögtön látja, már ránézésre láthatja egyébként az elfogadó, hogy érvényes-e a kártya, illetve hogy milyen kedvezményt adhat rá. De ezzel a közös kedvezménykártya kibocsátó platformmal végre elértünk odáig, hogy egy pécsi pedagógus is bárhová megy az országban, ezzel a mobil applikációval az adott városban vagy adott községben lévő elfogadó helyen érvényesítetheti a kedvezményét. Ez egyébként a több mint 1000 elfogadó hely van már felregisztrálva ebbe a rendszerbe, és mi is a már meglévő partnereinket is fokozatosan feltöltjük ebbe a rendszerbe. Ez nekik is jó, mert országos reklámjuk lesz, nem csak lokális, illetve a pedagógusnak is jó, mert nem csak helyben tudja érvényesíteni a kedvezményt, hanem országosan bárhová megy. Kávézó azért az egy luxus dolog, de gondolom, hogy vannak olyan partnerek, akik a pedagógusok mindennapjai, az akár a munkájukhoz kapcsolódó szolgáltatásokat vagy termékeket tudnak igénybe venni. Mik ezek a termékek és milyen kedvezmények vannak erre? A partnerek kiválasztásának a fő kritériumai között ott volt az, hogy lehetőség szerint az adott városban, város több pontján legyenek partnereink, tehát ne csak az egy bizonyos iskolához közel lévő elfogadó helyek legyenek a listában, hanem minél több intézmény, óvoda, iskola közelében legyen legalább egy elfogadó hely vagy partner. A másik pedig az, hogy mennyire hasznos a pedagógusok számára. Ez a másik szempont, ez azért a némileg lazult, ugyanis van már egy koktélbár is a kedvezményt adók csoportjában, ami egyébként teljesen valid, tehát hogy miért ne ihatnának egy jó koktélt, minőségi alkoholos terméket a pedagógusok. Nyilván nem ez lesz, amit napi szinten fognak látogatni, reményeink szerint. De valóban elsősorban például papírboltokat, vagy könyvesboltokat, antikváriumokat kerestem meg, és nagyon örültem is, hogy többen is csatlakoztak, vagy a zöldséges, illetve delikátes is csatlakozott már, a
kezdeményezéshez, és most van tárgyalás alatt egy Pékség is, akik szintén már jelezték, hogy, csatlakoznak, 10%-os kedvezményt fognak adni, ráadásul nem csak Pécsből két boltjuk is van, és Bolyban is két bolttal rendelkeznek, és mind a négy boltot felregisztrálják ebbe a csoportba. Jelenleg tehát 1000 helyen vásárolhatnak pedagógusok olcsóbban ennek a rendszernek segítségével az országban. Ádám továbbra is várja az irodaszerboltok, sportszerszaküzletek és más iskolai, óvodai munkához szükséges termékeket árusító helyeket, szolgáltatókat, hogy csatlakozzanak a rendszerhez.